Október 26-án találkoztak először a vármegyei válogatott tagjai a Nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján, hogy elkezdjék a felkészülést az amatőr válogatottak régiós selejtező tornájára. Az akkor 23 futballistát felvonultató keretben több változás is történt különböző okok miatt, végül 21 játékossal vág neki a hétvégének, Kis Tamás és segítője Piskóti Zsolt. Az edzőpárosnak nem volt sok lehetősége arra, hogy az első találkozás követően csiszolja a csapatjátékát. Még volt egy találkozásunk, ahol egy edzést tartottunk, illetve volt egy edzőmérkőzésünk, ahol a Nyíregyháza 2-vel játszottunk. Az múlt hét szerdán volt. Az mindenféleképpen nagyon jó visszajelzés volt számunkra, hogy a Spari 2 elleni mérkőzésen, hogy egy összeszokott csapat ellen tudtunk játszani, azok a hibák, amire számítottunk, azok ki is jöttek. Ezáltal az utolsó edzésünkön még ezen tudtunk orvosolni, és így tudunk nekivágni a tornának. A legelső edzés előtt is elmondtam a fiúknak, hogy ez azért nehéz, mert itt négy alkalommal egy egész felkészülést próbálunk véghez vinni. Én úgy gondolom, hogy amit már kiemeltem az első edzés előtt is, hogy a mag azért már többször részt vett a vármegye válogatottak tornáján, és ez mindenféleképpen bízom benne, hogy előny lesz. Nagyon jó a csapategység, az nagyon-nagyon-nagyon hamar kirajzolódott, hogy mindenki jól ismeri egymást, jó társaság, úgyhogy én úgy érzem, hogy amennyit ez a négy alkalom engedett nekünk, azt abban maximum ki tudtuk hozni. Mint a játékosként többszörös megyei válogatott szakember elmondta, a labdarúgók motiváltan várják a selejtező tornát, ahonnan az elmúlt években többször is továbbjutottak a szabolcsi csapatok. Teljesen mindegy, hogy milyen válogatott, az mindig egy megtiszteltetés, és úgy érzem, hogy a játékosok is ezt így gondolják. Nagyon-nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzá, és természetesen, ahogy kiemeltem, itt a régiós részt mindenféleképpen szeretnénk megnyerni, és ez a játékosoknak is egyértelmű vágya és célja. Kis Tamás együttese szombat reggel 9 órai kezdettel Heves vármegye csapata ellen kezdi a tornát a nyírbátori sporttelepen, míg aznap délután 14:30 a Nógrádiak ellen lépnek pályára Szabolcs-Szatmár Berek képviselői. Vasárnap 13 órától Borsod, 16 órától pedig Hajdúbihar ellen játszanak a szabolcsiak. A mérkőzések 2x30 percesek, a torna győztese pedig továbbjut a következő körbe.